Kaszapirka Ildikó vagyok, a Stride Magic Kennel egyik tulajdonosa. Hát legelőször, kb. 10 évvel ezelőtt egy kutyás bemutatón láttunk holland juhászkutyát, méghozzá egy mentőkutyás bemutatón, és ott tetszett meg a temperamentuma, a külleme és a munka, amit láttunk tőle. Ezért itt kezdődött. Aztán nagyon sokáig nem kerültünk kapcsolatba holland juhászokkal, akkoriban még nagyon kevés volt Magyarországon, illetve hát még most is, de akkor még kevesebb. 2017-ben már, nem már 16-ban nézegettük, és akkor 17-ben kezdtünk el konkrétan keresni holland juhászkutyát. Ugye előtte német juhászaink voltak, és ugye német juhászt nem akartunk. Elkezdtünk keresgélni, és egy holland tenyésztőhöz jutottam el, aki ajánlott egy osztrák tenyésztőt. És így jutottunk el a Mokkának a tenyésztőjéhez. Azt hiszem 4 hetes volt a Mokka, amikor elmentünk meglátogatni, hát szerelem volt azonnal. Számunkra is meglepetés volt, hogy mennyi nézőnk érte azt, hogy a holland juhászokról készüljön valamiféle bemutató, lehetőség szerint fajta bemutató, és az egyik leggyakrabban feltett kérdéskör a körül forog, hogy mi a különbség a holland juhász, a német juhász és a belga juhász, azaz, hogy Malinois kutyák között. Mik a te tapasztalataid? Hát mivel mind a két másik fajta kutyánk volt, illetve van, ugye van egy malinoánk is, illetve volt több német juhászunk, ezért azt mondom, hogy nagyon nagy a különbség. Egyik kutyában sem találtuk meg azt a pluszt, ami a holland juhászban benn van. Ez az egyik, ezt majd elmondom, hogy miért. A másik viszont a temperamentum. Ugye a német juhásznak a temperamentuma, illetve a malinak a temperamentuma nagyon-nagyon különböző, a holland juhász pedig körülbelül pont a kettő között van. Ez az, ami nekünk nagyon szimpatikus volt. A másik pedig, ami nagyon-nagyon szimpatikus, és úgy gondoljuk, hogy nagyban eltér a másik két fajtától, hogy rettentően nagyon sokoldalúak, tehát nagyon sokféle dologra alkalmazhatók, és nagyon sok tevékenységbe bevonhatók. Tehát a német juhászok meg a malik ugye felhigultak már, a holland juhász nincsen túltenyésztve még, és ezért a sokoldalúságukat megőrizték. Ez a lényeg. Értem. Körülbelül tudjuk, hogy honnan származik a német juhász, sokat tudunk arról, hogy honnan származik a belga juhász, hogy alakult ki a holland juhász, és milyen célra használták. A holland juhászokat eredetileg a holland farmokon használták, ugye ott is tenyésztették ki őket különböző fajtákból, és több feladata volt a holland juhásznak, ez egyik ugye a terelés természetesen azért juhászkutya, a másik a kísérés, tehát a nyájnak és a gazdának a kísérés, amikor például hajtották az állatokat, vagy vásárba vitték őket, illetve a farmoknak a védelmét olyan szinten szolgálták, hogy jelezni kellett az idegent, hogyha idegen lép a farm területére, és még emellett például egy érdekesség az is, hogy a konyhakerttől távol tartották a tyúkokat, hogy ne csikkedjék ki a konyhakertet, illetve, amiből ugye adódik ez az, hogy nagyon szeretnek húzni, a teljes kocsinak a húzása is a feladatai közé tartozott. Olvastunk olyasmiket, nem tudom, hogy jók ezek az információk, hogy elvileg voltak a holland juhászkutyának olyan periódusai, amikor megjelent bennük bizonyos német juhász vér, más időszakban pedig bizonyos malinoá vér, nem tudom, ez igaz-e? Ez úgy történt, hogy az 1900-as években ugye először is ugye megszűntek a Hollandiában farmok, és elkezdték más irányba is alkalmazni a holland juhászokat. Például ugye a vakvezető kutyától elkezdve szolgálati kutyának. És aztán jött az első világháború, amikor is annyira lecsökkent a számuk, hogy veszélybe volt maga a fajta, ekkor német juhászt kevertek bele, hogy fennmaradjon a fajta, majd ugyanez megtörtént a második világháborúban, hogy szintén nagyon lecsökkent a számuk, és akkor viszont malinoát kevertek bele. És így alakult ki a mai formája, a mai temperamentuma.
a holland juhászoknak. Ugye a fajta standard előírja azt, hogy a holland juhász minden esetben csíkos kell, hogy legyen. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye sok esetben lehet látni malinoás színű holland juhászokat. Ez azért van, mert ugye hordozzák, mivel hogy mali lett beléjük keverve, hordozzák ezt a sárga, úgynevezett sárga gént. Erre lehet már szűrni a kutyákat, és ugye a tenyésztés során ez nagyon fontos, hogy lehetőleg azokat az egyedeket tenyésszük tovább, amelyik a csíkosságot örökíti. Viszont ugye előfordulhat az, hogy nincsenek szűrve a szülők, és akkor születhetnek egyszínű, tehát malinoás színű sárga holland juhász kutyák, ezzel nincs is semmi gond, viszont a tovább tenyésztése ezeknek nem megengedett. Nagyon kevesen, van egy bizonyos szintű érdeklődés, de alapjában nagyon kevesen ismerik a holland juhászokat. Mire használják ezeket a kutyákat napjainkban? Tehát hol találta meg a helyét 2020-as években? Én azt mondom, és azt gondolom, és úgy látom, hogy két irány van. Az egyik irány ez a szolgálati vonal, tehát szolgálati kutyának sok helyen használják már egyre több helyen, Európában is, és az USA-ban is. És a másik vonal pedig a sport vonal, tehát mindenféle sportra, kutyás sportra alkalmas a holland juhász, elkezdve a Mondioring-től, az IGP-n át, a terelő sportig, bármire tulajdonképpen, amit a gazdi szeretne, nyilván megfelelő egyedet kell a megfelelő sporthoz választani. Milyen temperamentumú kutya a holland juhász? Az előbb említetted, hogy van valami olyan karakterjegye, ami miatt ti különösen megkedveltétek őket? Hát a holland juhász mindig munkára kész, mindig tetre kész. A gazdi kedvéért bármikor bármit szívesen megtesz. És egy nagyon aktív kutya. Van köztük hiperaktív egyed is, de inkább azt mondom, hogy egy ilyen nagy aktivitású szintű kutya. Viszont emellett, hogyha nincs feladat, és tudja, hogy a gazdinak más dolga van, akkor képes órákig feküdni, pihenni, nyugodt maradni. A holland juhász az általában egy gazdás és egy falkás kutya. Tehát ugye a falkát kutyák, tehát a falkában levő kutyákat, embereket maximálisan elfogadja, szereti, viszont mivel egy gazdás, az az egy gazda, akinek a legszívesebben csinál meg bármit. Nagyon-nagyon hűséges, nagyon erős megfelelési vágyjal rendelkezik. Ahogy mondtam is, képes és tud falkában élni, tud falkában dolgozni, tehát együttműködni is tud más kutyákkal. Az idegen emberekkel általában közömbös, tehát nem agresszív, nincs benne agresszió, de nem is ugrik az idegen emberek nyakába, tehát egy tipikus munkakutya. Viszont a mi kutyáink legalábbis, és úgy láttam, hogy sok más tenyésztőnél is a kutyák nyitottak arra, hogy más emberekkel együttműködjenek, akár játszanak, feladatot hajtsanak végre. Nyilván ez is egyedfüggő azért, illetve szocializáció függő, de abszolút nyitott kutyák. Azt nem szeretik, hogyha idegen emberek simogatják őket, ez valami, legalábbis a mieink. Tudok olyan vérvonalról, például Franciaországban vannak olyan vérvonalak, ahol kimondottan ezeket a nagyon barátságos, nagyon emberközpontú holland juhászokat tenyésztik. Fegyveres testületeknél használják a holland juhászokat? Igen, egyre gyakrabban használják. Ugye én azt gondolom, hogy pont azért, mert egyrészt nincs még felhigulva maga a fajta, Másrészt, amit elmondtam az előbb, hogy tudnak higgadtak lenni, viszont hogyha feladat van, akkor tud azonnal 100%-on pörögni. Az előbb említést tettél kettő másik fajtáról, ami, ahol azért már megjelentek bizonyos szintű egészségügyi problémák. A holland juhászok mennyire tekintetőek egészséges fajtának? Hát mivel elég kicsi az egyed szám világviszonylatban is, ezért még nagyon egészségesek, viszont ugye ez lehet egy hátulütője is. Mivel nincs annyi egyed, ezért ugye a vérvonalak közel kerülhetnek egymáshoz. És ugye ez lehet egy hátulütő, ezért nagyon-nagyon oda kell figyelni a tenyésztés során a felmenőknek, a beltenyésztettségi együtthatónak, és ezeknek a dolgoknak, hogy minél sokoldalúbbak legyenek a holland juhászok. Kinek javaslod ezt a kutyafajtát? Kinek lehet ideális
partner. Például miközben láttam őket mozogni, azon gondolkodtam, hogy gyerekek mellé például ideális lehet-e egyfajta családi kutyaként, vagy inkább nem. Itt azért érdekes az is, hogy milyen vérvonal. Ugye mi úgy választottuk össze a kutyákat, hogy azért például ugye a Cooper egy nagyon aktív, nagyon pörgős, viszont ugye a Mokka például már egy kicsit higgadtabb, ő is tud pörögni, de ugye más a temperamentuma. Nagyon fontos az, hogy vannak viszont olyan vérvonalak, amik valóban csak például csak szolgálati kutyának, vagy csak sportra alkalmasak, de alapjában véve a holland juhász nagyon jó családi kutya. Nagyon-nagyon, ugye amit elmondtam róla, hogy egy falkás, nagyon jól beilleszkedik a gyerekek mellé, felnőttek mellé, idősek mellé, kutyák, macskák, bármi mellé tulajdonképpen, tehát nagyszerű családi kutyák lehetnek. Természetesen a legjobb az, amikor tapasztalt gazdihoz kerül, mert ugye ott nem fognak előjönni olyan problémák, ami egy tapasztalatlanabb gazdinál előjöhet. Viszont mi például az első alomból adtunk el kölyköt teljesen kezdőkutyásnak is, és ugye azzal a kikötéssel nyilván, hogy tanuljon, kutyasuli, kutyakiképző, és teljesen jól megvannak, tökéletesen működik velük a kutya. Több kölyök kutyán került gyerek mellé, és mindenhol teljesen jól együtt működik a gyerekekkel, tehát semmi gond nincs egyáltalán velük. Milyen szintű zsákmány ösztönnel rendelkeznek a holland juhászok? Mennyire jönnek ki más állatokkal, esetleg más kutyákkal? A terelő múltjukból kifolyólag nagyon könnyen hozzászoktathatók más állatokhoz. Tehát ahol például macska mellé került, ott sincs semmi gond. Ahol más állat mellé, ott sincs semmi gond. Ez a terelő múltból fakad. Nyilvánvalóan minden szocializáció és tanítás kérdése. A holland juhászoknál én kiemelten fontosnak tartom a korai szocializációt. Ugye már ugye itt a tenyészetünkben megkapják a legalapabb dolgokat, amit itt meg tudunk nekik adni, a zajokhoz, más kutyákhoz szoktatás, tárgyakhoz szoktatás. Viszont a gazdiknak ezt ugye folytatni kell mindenképpen. És azokhoz a dolgokhoz, amit ő szeretne, hogy a kutyája szeressen, amit megszokjon, a legelső napoktól érdemes hozzászoktatni. Tehát akinek lovai vannak, az mutassa meg az első napoktól a lovakat, kecskéket, nyulakat, macskát, kutyát, akármit. Kinek javaslod őket, és van esetleg egy olyan tipizálható gazda réteg, akinek nem feltétlenül? Én inkább azt tipizálnám, akinek javaslom. Tulajdonképpen minden olyan embernek, aki hajlandó tanulni. Mert a holland juhász még egy annyira új fajta, Magyarországon legalábbis, de én azt gondolom, hogy világviszonylatban is, hogy tanulni kell. Ugye mi is lehetett nekünk 10-15 év, 20 év tapasztalatunk, de amikor a holland juhász hozzánk került, tanulnunk kellett, mert tényleg teljesen más, mint a többi kutya. Gondolom mindenki ezt mondja a fajtájáról. A holland juhászt én tulajdonképpen javaslom tapasztaltaknak, ugye mindig azt mondom, kutyás tapasztalattal rendelkezőknek, aki nem azt akarja, hogy a kanapén fekvő kutyája legyen, hanem sportolni akar vele, de ha nem a versenysport vetne a célja, az se gond, ha csak túrázni szeretne vele járni, az is teljesen jó, ha futni szeretne vele, az is jó. És szokták itt kérdezni, hogy kezdőgazdiknak javaslom-e? Igen, azzal a feltétellel, hogy egyrészt segítünk a kutya választásban, hogy eleve mindenkinek segítünk, de azoknak a gazdiknak, aki kezdőgazdi, természetesen olyan kutyát választunk, akivel bírni fog. És a másik az, hogy járjon el vele kiképzőhöz, tanuljon, járjon kutyaiskolába vele, és hogy bírjon a kutyával a későbbiekben is. Ha valakinek ezután az az ötlete támadna, hogy ő egy holland juhásszal, vagy esetleg kettővel szeretne együtt élni, kihez forduljon, kiket kérdezzen meg, van-e valamiféle szakmai szövetség, aki tud ajánlani éppen születőkölyköket? 2021 végén alakult meg a Hungária Holland Juhász Klub, mi vagyunk annak is az alapítói. Igyekszünk, hogy ugye ezt a dolgot egy kicsit felkaroljuk. Egyelőre Magyarországon 2-3 olyan tenyésztő van, aki ezt komolyan a megfelelő egészségügyi szűrésekkel, a megfelelő tenyészszemlével és vizsgákkal végzi ezt a tenyésztést. Én azt gondolom, hogy az irány az, hogy ez változni fog, ez növekedni fog ez a tenyésztői szám.
És egyrészt szoktam ajánlani, hogy mi bárkinek, tehát a Holland Juhász klubként is, és a Stride Magic Kennelként is nagyon szívesen segítünk bárkinek, ha kérdés van, nem csak a saját tenyésztésű kutyákkal kapcsolatban, hanem egyébként is. És másrészt pedig érdemes külföldön nézelődni, ugye nekünk is egy hosszas folyamat volt az, mire ezt az osztrák tenyésztőt megtaláltuk, illetve Cooper pedig Csehországból származik. Nagyon sok ismerettségre tettünk szert az évek alatt a külföldi tenyésztők között is, és ő velük kapcsolatban is tudunk tanácsot adni. Imádják a holland juhászok a vizet általában. Na és a legfontosabb kérdés, hogy mennyibe kerül a gizsgugya? A gizsgugya. Ezt az elején kellett volna megkérdezni. Ja, igen.